Az ünnepségen részt vettek a testvértelepülések képviselői és a Körmendi Lajos írótábor tagja is. Az ünnepélyes megnyitó Molnár János polgármester és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő idézték fel az elmúlt 3 évtized eredményeit, majd önkormányzati díjakat adtak át. Ennek a településnek az a legnagyobb értéke, az a legnagyobb csodája, hogy nem csak otthont, nyugalmat, gyógyulást és pihenést tud nyújtani az itt élőknek, hanem messze földről jönnek ide, akik csodájára járnak, akik szeretik, akik visszajárnak évek, évtizedek óta. És most nem Berekfürdő, nem ez a csodálatos település ünnepli azokat, akik ide jönnek. Mert tudjuk azt, hogy ünnepnap ide jönni kikapcsolódni, ide jönni pihenni, legyen az nyár, amikor tűz a nap, legyen az tél, amikor leesik a hó, és bele tudunk ülni a jó termálvízbe, hanem most nekünk kell ünnepelni ezt a települést. Ezt a települést, amire azt mondta a polgármester úr, hogy csak 30 év. 30 év nagy idő. Amikor 15 évesek vagyunk, akkor azt mondják, hogy aki 30 éves, az már öreg. De amikor már jócskán betöltöttük a 30 évet, akkor azt mondjuk, hogy hó, hát ez még csak gyermekkor. De egy olyan gyermekkor, amely vidám. Én végigkövettem a település minden egyes évét, minden egyes hónapját. És ez a település a szemem látára cseperedett fel. Egy önálló, szép, vendégeket váró, vendégeket fogadó, szerethető településé. Én kívánom minden Berekfürdőinek, aki itt él az év 365 napjában, és azoknak is a berekieknek, akik csak egy hetet, vagy egy csodálatos délután tudnak itt tölteni, hogy vigyázzunk erre a településre, erre a csodálatos ékszerdobozra, mert az értéke a pihenés, a nyugalom, a vendégszeretet, az egymásra való odafigyelés. Györfi Lajos regnáló nagykunkapitány is díjat alapított, amelyet első alkalommal adott át. A Bereki Kertbarátok Egyesületének nevében Hubai Imre Csabáné elnök adta át a legszebb konyhakertek versenyben nevezett kertek tulajdonosának a díjakat. Mit jelent Berekfürdőnek az önállóság? Ezt kérdeztük Molnár János polgármestertől. Örömöt, boldogságot, felszabadultságot. Nem, mint a korábban nem lettek volna ilyenek. De más az, amikor egy gyermek felnő önálló életet kezd, és úgy éli ugyanezeket a napokat. Talán egy település életében is lehet ilyen, hogy önállóvá válik, ez 30 évvel ezelőtt történt meg. Azóta igyekszünk, törekszünk arra, hogy felnőtt módon éljünk itt a nagykunságban, ott azon a részen, ahol korábban is éltek eleink, és jól gazdálkodni azokkal a kincsekkel, amiket megkaptunk az eleinktől, igyekszünk megőrizni és továbbadni majd utódainknak. Nem itt nőttem fel, ez így igaz, de amikor idejöttem Berekfürdőre, pont akkor lett önálló Berekfürdő. Tehát én már ebbe csöppentem bele, valóban így van, hogy korábban mi volt, azt csak elbeszélésből tudom, ezt ismerem, ami most van. Itt is, mint mindenben, vannak nehéz és vannak örömteli pillanatok és időszakok. Így volt ez ebben a 30 évben is. Voltak olyan időszakok, amikor a helyiek egyértelműen azt mondták, és az ide látogatók is, hogy ez így nagyon jó. Vannak nehéz pillanatok is, amikor az ember gondolkodik, hogy egy nagyobb térs, egy nagyobb településsel közösen lehet, hogy könnyebb lenne, de én ezt már külön nem kívánom elemezgetni, hanem törekszünk arra, hogy ezt csináljuk jól, ebben éljünk boldogan, és a környező településekkel együtt. A fürdő a legnagyobb megélhetést jelenti Berekfürdő számára. Az elmúlt évtizedekben, aki járt itt, és most is jár itt, lassan rá sem ismer a településre, a fürdőre. Korábban több lábon állt Berekfürdő. Volt még, illetve a környék is, volt mezőgazdaság, Berekfürdőn volt ipar, és volt az idegenforgalom. Ebből sajnos Berekfürdőn már szinte csak az idegenforgalom, a turizmus van. Nagy szomorúságunk, hogy az ipar, az üveggyár, az megszűnt, pedig az nagyon komoly érték volt. Maga a gyár is,
sok embernek adott munkát, de azok a termékek, amiket itt készítettek, azok is nyugodtan mondtam, világhírű volt, hiszen világszabadalom is volt itt a fátyolüveg. Ez nagyon szomorú, hogy nincsen meg. Ami megmaradt, azzal kell jól gazdálkodnunk. Az idegenforgalom valóban sok mindentől függ, nagyon érzékeny. Ha minden rendben van, akkor nagyon jó. Ha viszont döccenő van, mint akár a Covid volt az elmúlt években, akkor nagyon fájdalmas. Keressük azokat a lehetőségeket, amik az idegenforgalom mellett még adnak lehetőséget, munkahelyeket, de nem könnyű ezt megtalálni. Az ifjúsági medencével már a gyermekes családok is ide szoktak. A csendet az idősek szeretik, viszont nagy építkezés is indult itt. Sok kis településen arra panaszkodnak, hogy öregszenek. Addig Berekfürdő fiatalodik. Nem olyan túl régen, mint egy 10 évvel ezelőtt, nagyon komoly fejlesztés sikerült végrehajtani. Ezt még az előző polgármester idejében a testület pályázta meg. Egy nagyon jó fedett teret is sikerült kialakítani. Aki ismeri a korábbit, az tudja, hogy micsoda különbség a mostani és az micsoda különbség van az akkor és a mostani között. De a szabadban is egy nagyon jó ifjúsági medencét lehetett építeni. Ezek nagyon sokat jelentettek, ezt érezzük, nap mint nap érezzük azóta. Enélkül kicsit nehezebb lenne. Tehát ez az örömteli része. A fájdalmasabb az, hogy azóta is voltak nagyon komoly terveink, nem csak elképzelések, hanem kidolgozott tervek, olyan tervek, amiket a támogatók, ez is pályázat, nem egészen pályázat, mert erre kormányhatározat volt, hogy egy nagyobb összeget kapunk ezekre a fejlesztésekre. A bírálók ezeket támogatták, elfogadták, további tervkidolgozás, tervek részletes kidolgozására javasolták. És ebben a legutolsó stádiumban akkor jött a Covid, és valószínűleg ennek a hatása is benne volt, lehet, hogy más is, ezeket nem tudom pontosan, de ezt az összeget másra fordította a kormány. Elvileg még ez 2030-ig felhasználható, de örülnék, ha ez megvalósulna, viszont ugyanaz az összeg most már lényegesen kevesebbet ér. Ha lehetőségünk lesz rá, akkor mindenfélét meg fogunk fogni, ki fogunk használni, hiszen a kicsit is becsülni kell, és mi meg is becsüljük. Most olyan dolgokat igyekszünk csinálni, amihez nem kell ilyen nagy külső segítség. Kempingben vannak felújításaink. Most kezdtünk el ott faházakat csinálni, amik téliesítettek, tehát egész évben szeretnénk ezeket használni. Látjuk azt, hogy a szezon nyújtani kell. Látjuk azt, hogy ha van megfelelő szálláshely, télen is fűthető szálláshely, akkor a melegvíz miatt nagyon szívesen jönnek télen is a pihenni vágyók.